Sziasztok, köszöntelek benneteket, most folytatva a földközi tengeri kis utazásunkat, Barcelonába látogattunk, és megnézzük, hogy egy nagyváros hogyan küzd meg ezzel a pokoli meleggel. Hát most is ilyen jó 41-2 fok van, nagyon-nagyon szárazság van itt, és hónapok óta nem esett eső, úgyhogy gondoltam, szétnézzünk, hogy milyenek itt a városi parkok, milyenek az utcák, hogyan küzdik le ezt a pokoli asszályt, úgyhogy mutatom nektek, hogy miket találtunk. És a város talán legnagyobb és legszebb parkja, mint nálunk a Városliget Budapesten. Található itt a tengerparttól nem messze, gótikus negyed szélében. És itt a Via da Liftől kezdődő nagy sugárút vezet bele, pálmafákkal és gyönyörű kastélyokkal, palotákkal körbevéve. És akkor itt kezdődik itt másik oldal az egész, és egy gyönyörű kapuzat van, és itt lehet bemenni, és itt kezdődik a liget tavak, csónakázó tavak, futópálya, gyönyörű fás, ligetes, virágos park, pihenőpark. A város legnagyobb parkja, itt a strandtól nem messze. Itt a Barcelonának az az óriási előnye, hogy van egy saját hatalmas, hosszú beachük, egy tengerpart, ahol lehet felfrissülni, a metró kivisz a tengerpartra, lehet csobbanni egyet, és aztán lehet hazamenni. De elég sok park van, az egyik legnagyobb olyan, mint nálunk a Városliget. Ez egy öntözött park, tehát azért itt látszik a füvön is, hogy itt öntözve van, de a növények zöme azért nagyon szárazságtűrő, borókák, pálmafák, fikuszok, rengeteg leander, nagyon szép zöld, de a papagájok hangjait hallhatjátok, és itt is látszik, hogy hiába van déli forróság, jócskán sok ember van, és itt üldögélnek, hiszen azért ilyen hűs árnyas, viszonylag hűs a betonos belvároshoz képest. Egy csodaszép, több tíz éves lyukka van, amit mi ugye szobanövényként tartunk otthon. Nyáron ki lehet tenni, de télen még nem próbáltuk meg eddig. Bár ha így változik az idő, akkor ahol a leanderek eddig túlélték a teret, oda nyugodtan ki lehet ültetni, és meg lehet próbálni. És minél idősebb, minél többet töltött kint, annál jobban hozzászokik a fagyokhoz, úgyhogy ilyen mínusz pár fokokat majd prímán át fog vészelni. És ilyen gyönyörű virágzata van, ugye a szobanövényként nem nagyon virágzik, vagy szinte egyáltalán nem. Nagyon illatos és hatalmas virágfüzéreket hoz, és egy igazán szép növény. A park közepén egy hatalmas gyönyörű szökőkút található. Most itt is vízkorlátozás van, tehát nem működnek a szökőkutak a városban. De hát így is csodálatos látvány. Kicsit közelebbről itt mutattam a csónakázó tavat. Érezhető egyébként a közelében, hogy 1-2 fokkal hűvösebb van, tehát már ezért is érdemes. Akár a legkisebb kerbés egy-egy, akár ugye madáritatót tenni, vagy csak kisebb tavat is, hiszen a mikroklímát javítja, a borzasztó légszárasságon javít, ami most pusztítja a növényeinket. És hát nem mellesleg ugye a csalogat olyan kis állatkákat, szitakötőket, békákat, akik segítenek nekünk a kártevő kordában tartásában. És hát a madaraknak pedig ivóhely, kis állatoknak, sünöknek is ivóhely. Úgyhogy kihagyhatatlan most már egy-egy kisebb tó a kertből. Minél nagyobb természetesen, annál jobb. De egy kisebb tó is nagyban javítja a terület mikroklímáját. Szerencsére már otthon is egyre többen ismerik az ólomvirágot. Nekem is van, igaz, még cserében, mint a leander és az agapantusz. De talán ez is pár év múlva lehet, hogy simán kiültethető lesz. Egész nyáron virágzik, imádja a meleget, a forróságot, öntisztuló, tehát még le se kell nagyon vágni az elnyílt virágait, és folyamatosan hozza az újakat. És ugyan viszonylag kevés kék virág van, tehát már csak ezért is jó, hogy egy kis kékes színt behoz a kertjeinkbe. És itt nagyon örültem, hiszen itt is a kiültetett leandereknél, amit én is mindig tanácsolok, látszik a mulcsozás. Tehát itt körülöttük vastagon van múlcsozva a talaj, darált fakkéreggel, a lehullott levelekkel, és nem hevül át a talaj, sokkal kevésbé szárad ki, és még ebben a hihetetlen asszályban is gyönyörűen virágoznak a leanderek, tehát itt is alkalmazzák ezt a talajtakarást. És
otthon is, kihagyhatatlan most már ez. A sétáló utcáról, a La Rambla-ról betérve ide egy kicsit pár perces sétával el lehet érni itt a Plaza Real térre. Körbe gyönyörű kis kávézók vannak, nagyon finom kávékkal, csúroszokkal, és itt is pálmafákkal van beültetve a tér egészen. Itt is szökőkutak sorakoznak, és a pálmafák árnyékában kellemesen lehet sétálgatni. Sok papagáj van, sirály van. Nagyon kis, szép, elegáns tér. Ilyen is kihagyhatatlan itt Barcelonában. Ugye nincsenek fák, de minden erkélyen növények sorakoznak, pedig ilyen kicsik a francia erkély van, de mégis el is tele mindenhol növényekkel. Itt is aszfilisztrák, fikusztok, dracénák, lyukák, tehát egy kis zöld. Itt a szállásunktól nem messze van egy kórház, ami ilyen hihetetlen csodálatos zöld falat hoztak létre. Itt a távol hallatszanak a motor mellett a papagájok is. Ilyen gyönyörű zöld falakkal is hűtik a környezetet. És ugye sokak számára ismerős a monstera, páfrányok, szukkulens növények, kis fikusz pumila és kuszönövény. Itt a kórház épülete, és ezt a alatta lévő nagy parkoló betontömbjét ilyennel árnyékolják. Úgyhogy reméljük, ez otthon is egyre jobban elterjed majd. És itt is lépte nyomon mindenhol fák szegélyezik az utat. Barcelonában, ahol csak lehet, parkot telepítettek hatalmas fákkal, és minél több zöld felülettel. Itt is egy abszolút nem ismert kis park, kicsi nem is, kicsi nagy, óriási park, leanderekkel teleültetve. És itt egy gyönyörű fa, amit mindenképpen meg akartam nektek mutatni, biztos sokan ismeritek, pláne ha közelebbről megmutatom, pláne a termését. Esszük is és használjuk is. Jó, bors. Itt szépen virágzik még, ilyen szép a virága is, nagyon jó illatos. Gyönyörű a levele, és különösen a lelógó ágaival díszít. Imádja ezt a meleget, forróságot. Tehát nagyon-nagyon szép faj, nagyon szeretem. De hát sajnos ő még nálunk egyelőre nem marad meg. És hát itt az az érdekes, hogy hiába van itt is brutális asszály, meg szárazság, nem mind mutatkozik ez a növényeken, hiszen itt a tenger, tehát sokkal párásabb a levegő, úgyhogy nincs száradás, égés, mint nálunk a fáinkon, hanem gyönyörűen, zölden búrjánoznak, köszönhető itt a hihetetlen páratartalomnak. Úgyhogy ilyen kis parkokkal van teli Barcelona, és a környező hegyek is gyönyörűek, de mindent mutatok majd, amit csak tudok. Mert már találtam termést is, így néz ki a virágzás után. Sajnos pont elvirágzott, de itt gyönyörű agapantusz ültetvény van. Hát látszik, hogy már elnyílt, és itt ki van ültetve, hát itt nem kell kiszedni, beszedni, átültetni. Gyönyörűen virágoztak. És hát ők is kiválóan bírják ezt a meleg, párás időt. Hát itt is a Franciaországban látott óriási mandulafenyők mindenhol. Semmi bajuk, gyönyörűen viselik ezt a hihetetlen meleget és szárazságot. Itt is leanderek, előttük agapantuszok, és itt pedig a borsfák, amit az előbb mutattam jobbra. És itt kiszúrtam egy csodálatos cserjét, ami otthon is már egyre többen ültetnek, ez az abélia. Nekem is van egy tarkelevő típusa, és ez a szuper benne, hogy egy nyár végétől kezd el virágozni. Hihetetlen illata van, nagyon-nagyon jó illata van. És egy abélia grandiflora, ebből is van nekem is ilyen variegáta típus, tehát ami csíkos levelű. Tehát hihetetlen illata van, és itt is látszik, hogy kicsit ilyen bókoló az ágrendszere, tehát ilyen kicsit kinyúlik, kell neki viszont a nagyobb hely, de nyírható, metszhető. Az első pár évben ez kicsit fagyérzékeny, védeni kell, de egész jól áttelel már otthon is. Különösen ahol a
Hina is hajemirtusz átterel, ott ő is, úgyhogy érdemes keresni és ültetni. És rengeteg vízfelület is van, tovább párásítva a környezetet, tehát hiába van itt a tenger. Rengeteg szökőkút, tó, gyönyörűen tisztán tartva, tehát én szeméttel az egész napos sétám során egyáltalán nem találkoztam. Estére fölgyűlik egy kicsit a szemét, különösen a turistás részeken, de azonnal takarítják össze, és reggelre semmi nem marad. Úgyhogy hihetetlen jók ezek a kis városi parkok, itt is tali rózsákkal teleültet. Itt az egyik fő sugárút, sok ilyen sugárút van. Kétszer-kétsávos bicikliúttal, hatalmas járdával, de látni, hogy most is jó 38-39 fok van. Illetve azt látjuk, hogy szép árnyékos a út. Tehát itt is pálmafák, hatalmas platánfák vannak végig, több sorban ültetve, és ezáltal kellemes, hűvös, árnyas a legforgalmasabb utak is. Tehát nyugodtan lehet a legmelegebben is sétálgatni. A Sagrada Familia mellett biztos sokatoknak ismerős ez a fikusz, ez a banyan. Fafikusz robusta, hát így nálunk egy szobanövény, itt pedig óriásira megnő, kint maradhat és hihetetlenül élvezi ezt a párás melegforró levegőt. De a kisebb leveléről lehet megismerni, hogy otthon nálunk ugye ez a szobába szokott lenni, itt pedig egy jó 10 méteres fa.